A szokásos péntek reggeli gyérforgalom az Áhonyi határállomás Magyarországra belépő oldalán. A szigorítás miatt egyelőre nem kellett sokat várniuk az utazóknak. Az április 7-től hatályos Európai Uniós rendelet nyomán már nem csak a harmadik ország állampolgárainak, hanem az Európai Unió, valamint Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc állampolgárai okmányaiban szereplő adatokat is ellenőrizni kell a számítógépes adatbázisokban. Az utazók egy része hallott a szigorításról, ám sokan nem tudják, ez okoz-e majd torlódást a határátkelésnél. Hallottam róla, de nem most, hanem már jóformán egy hete volt róla szó, hogy lesz ilyen, egyelőre nem tudom, meglássuk, hogy mivel jár. Milyen gyakran használja itt az Áhonyi határállomást? Hát, majdnem minden nap. És mi a tapasztalata? Hát egyelőre, ahogy észreveszem, kicsikét húzódik az idő. Ilyen ellenőrzésre kell számítani a magyar-horvát, a magyar-ukrán és a magyar-szerb határátkelő helyeken belépéskor és kilépéskor is. A magyar-román határon a Magyarországról kilépő utasokat csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik. Befelé azonban valamennyi utas esetében az új ellenőrzést kell alkalmazni. Nekem az a véleményem, hogy a határokat kéne most már megszüntetni egyáltalán. Mert Kárpátalja is magyar terület volt, úgyhogy az én véleményem az, de ha azt vesszük, kell a szigorítás, mert ezek a úgymond bevándorlókat vissza kell tartani, szerintem. Gyakran jár erre? Hát sajnos igen. És mi a tapasztalat a várakozással kapcsolatban? Mostanában kevesebbet kell várnunk. Az Áhonyi határátkelő helyen egyelőre nem volt tapasztalható nagyobb forgalomnövekedés a szigorított határellenőrzés miatt. A belépő és kilépő oldalon sem alakult ki komolyabb autósor, és a kamionoknak fenntartott sávokon sem torlódtak a teherautók. Az autósok egy része szerint a szigorításnak nincs értelme, mivel Záhonynál mindig szigorú volt az ellenőrzés, eddig is mindent megnéztek. Eddig is olyan szigorúan vizsgálták, hogy csak itt migráns érdekes, egy sem jutott át. És ha migráns vagyok, akkor nem kell ez semmi, itt tartogatom, akkor ez nem kell, ugye? Akkor mehetek. Hát nevetséges. Ja, nem itt, akkor a zöld határon. Átúszom a Tiszát. Szóval nevetséges az egész. Itt mindig szigorú ellenőrzés volt. Én 40 éve járok erre. Úgyhogy nem értem, mi, mert senki nem írja. Igen, szigorú, de mi az a szigorú? Mi lesz? Jobban megnézik. Mit? Hát itt szóltak nekem, uram, hogy egy hónap múlva lejár a jogosítványom. Itt szóltak. Hát ettől jobban még hogy kell megnézni? Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében azt írta, a rendőrség felkészült az Európai Uniós rendeletben meghatározott új, kötelező ellenőrzés végrehajtására. Az utazóktól azt kérik, hogy aki Magyarországról a Schengeni térségen kívülre kíván utazni, vagy onnan akar beutazni, az ne a megszokott időben, hanem korábban induljon el. Az ellenőrzési helyhez közeledve készítse elő a szükséges okmányokat, és időben győződjön meg azok érvényességéről.